2020. augusztus 1-től új plébánosa van az új 60-i római katolikus plébánia templomnak. Farkas László atyát ugyanis Kecskés Attila követte az egyházközség élén. Mai műsorunkban Attila atya mutatkozik be közelebbről, megtudhatjuk, mikor döntött úgy, hogy Istennek szánja életét, és milyen célokkal, érzésekkel érkezett 60-ba. Attila atya, mit lehet önről tudni, honnan érkezett, hol született, és hogyan, és hol nevelkedett? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy így bemutatkozhatom ilyen formában is. Szüleim a Szentendrei szigetről, Kisoroszlyból származtak, viszont én már Vácon születtem. Ők a munka lehetőségek folytán nagyon sokan a korosztályukból jobbra-balra áttelepültek a szigetről közlekedési egyéb nehézségek következtében. Itt tehát én Vácot láttam meg a napvilágot. Ott is jártam minden iskolámat, óvodától kezdve egészen az érettségig. Egy bátyám van, tehát így édesanyával, édesapával, testvérrel alkottunk egy családot. És talán azt is mondhatom, hogy mivel édesanyám Anna, édesapám pedig Zoltán volt, hogy A-tól Z-ig gyakorlatilag tényleg mindent, amit egy ember a családból hozhat, azt gondolom én is elmondhatom, hogy megkaptam és hoztam magammal. Szép gyerekkora volt, vallásos nevelést kapott? Igen, ez is a családnak egy sajátossága volt, hogy belenevelkedtünk egy értékrendbe. Ott a Deák Váriak Vácon, amikor én már ott születtem, úgy is apostrofáltak, hogy ő már a mi gyerekünk lesz. Tehát, hogy a születésemtől kezdve annak a közösségnek is a tagja lehettem, és valóban így volt. Tehát a család mellett az egyházközség az tényleg a tágabb család élményét nyújtotta. És ezt hogy kell elképzelni, hogy voltak rendszeres közös imák a családban? Tehát, hogy kialakultak ilyen közös élmények családon belül vallást érintően? Érdekes ez, hogy annyira a családban a közös ima nem volt meghatározó, mert hiszen a heti szentmisék és azonkon kívül is különféle vallási alkalmak, azok úgy gazdagították a mindennapi tapasztalatokat. Ami talán az egészen konkrét volt, amikor már óvodáskoromtól a minisztránsok közé is becsatlakoztam, nyilván az akkor már iskolás bátyámat követve, és hát az pedig hozta magával azt a számtalan kapcsolódást, hogy akkor már egy hittancsoportba is bekerül az ember. Nem lévén iskolai hittan, a plébániai hittannak egy sajátos hangulata volt. És tényleg a templomhoz nevelt minket, hiszen a templomnál épült hittanteremben tartották meg. Aztán ugyanígy az ifjúsági közösségnek a mindenféle korosztályait egy közösség tagjaként élhettem át. Azt, amit a család adhatott, azt ez a közeg ezt tökéletesen növelte, egy kapacitását tekintve, és hát a bennem való hitnek a kibontakozását azt segíthette. Mikor érezte azt először, hogy ön papnak készül, és pap szeretne lenni? Hát van egy ilyen klasszikus élmény, hogy nem tudom, az honnan jött, hogy már gyermekkorunkban miséztünk. Én legóból templomot is készítettem, templom belsőt is kialakítottam. De ahogy hallottam, inkább bátyám misézett, én pedig minisztráltam. Tehát, hogy de ez ilyen játékos, de valahonnan jött. És nyilván onnan, hogy a templomban alig hanem inspiráló volt a liturgia, amiben felnéztünk a papra, akkor talán még ez így egyértelműbb is volt. És biztos, hogy ez egy csíra, ami az emberben ott van, és a Jóisten először ilyen játékosan ülteti el bennünk a gondolatot, hogy ez később talán komoly is lehet. És komolyabbá alig hanem akkor vált, amikor a plébános atya tényleg elkezdett rám számítani. Tehát akár a minisztránsok között látta, hogy nem csak vasárnap járok, hanem hétköznap is, és így megbízhatóbbnak tarthatott. Valószínű, hogy imádkozhatott is azért, amit látott bennem. Később pedig, amikor már középiskolás voltam, akkor pedig már az ifjúsági hittanos tábort is volt, hogy rám bízta, akár az ő betegsége, öregsége folytán. Tehát ő kisebbeket rám merte bízni, megint valamilyen, benne van a szóban is a rám merte bízniben, hogy valami bizalma folytán, hogy nyilván ő tapasztalt papként láthatta, hogy egy hivatásnak milyen jelei vannak, és ezt soha nem nyomást gyakorolva, hanem így, hogy én észre sem vettem, és mégis egyértelműen ő így támogatta bennem.
Ez tehát egy folyamat volt, tehát nem volt egy olyan belső lelki élmény, amikor azt érezte, hogy Isten úgymond megszólítja önt, és azt kéri, hogy pap legyen. Így van, én is egy ilyen növekedésnek tudnám nevezni. Ami egy érdekes ilyen kegyelmi ráhatás volt, az a bérmálkozásom alkalmával. Kaptam egy könyvet egy kedves egyházközségi munkatárstól, Borika nénitől, aki a sekrestyés volt, mindenes volt az atya mellett. 10. Szent Pius pápának az életrajza, a Lángoló tűz című regény, amit amikor elolvastam, akkor olyan ilyen derültékből villámcsapás volt, hogy iszonyatosan hasonlít az élete az enyémhez. Illetve ahogy élt, arra nagyon nagy vágy van bennem. Akár a származását tekintve, akár a gyermekségét tekintve, és nyilván nem arra gondolok, hogy nekem is pápává kell lennem, hanem hogy ahogyan ő a családból és az egyházban merítve és az egyházban megtalálva rátalált a saját útjára, az annyira egybevágott mindazzal, amit addig én meg sem fogalmaztam. Tehát én azt merem mondani, hogy az a regény, az döntő volt. És onnantól, tehát a bérmálkozásom élménye ennél fogva egy döntő mozzanatnak bizonyult. Mik azok a legfontosabb értékek vagy üzenetek, amit szeretne a papságban megélni, illetve átadni a híveknek? Krisztusnak a személye, akit ugye meg kell ismernünk és akit képviselnünk kell. Ez talán a legdrámaibb, hogy a pap személyében jelen van Krisztus. Nem úgy, ahogy ránk néznek és esetleg vagy felismerhető, vagy nem, hanem túl ezen a szolgálatunk folytán valószínűleg. Amire én leginkább vágyom, az ez, hogy őt minél jobban megismerni, hogy tényleg felismerjem azt, hogy bennem hogyan lesz tetten érhetővé. Mert ő engem nem megváltoztatni akar, nem azt akarja, hogy egy szerepet játszva jelenítsen meg, hanem arra hív, hogy aki vagyok, ebben a személyiségben, azzal a habitussal, azzal a vérmérséklettel, azokkal a talentumokkal, amikkel egyébként éppen ő ajándékozott meg, hogyan tudom ezt az ő megjelenítését, mint az én szolgálatom legfontosabb ilyen szegmensét megvalósítani. Nincs konkrét ez, az ő személye és az ő személyének a megjelenítése. Érettségit akkor Vácon végezte el. Utána mi történt? Hogyan folytatta a tanulmányait, és hogyan került végül is a papi hivatás közelébe? A középiskola harmadik évfolyamú volt az, amikor egészen egyértelmű volt, hogy a papság lesz az én utam. Ez a rendszerváltást megelőző évekre esik, tehát ott 89-90-91-ben érettségiztem. És nagyon érdekes volt, hogy jól tanultam, és hát az iskolában nagyon szorgalmazták a KISZ-be való belépést, hogy mert akkor esetleg nem tudok majd tovább tanulni annak híján. Vagy amikor már ugye a jelentkezések időszaka volt, és én nem adtam be felvételi kérelmet semmilyen irányba, és ezt nem értették, mert hát ismétlem jól tanultam, és akkor mondtam el az osztályfőnökömnek, meg akinek erről érdemes volt tudnia, hogy mert én teológiára fogok menni, és ahoda a felvételi eljárás egészen más, mint állami intézmények irányába. És érettségi után jelentkeztem rögtön 18 évesen, és az akkori Váci püspök, Marosi Izidor püspök atya fölvett a növendékek közé, és az Egri szemináriumba küldött, amiért azóta is csak hálával tartozom neki. Hol szolgált először, és mit tevékenykedett eddig? 1997-ben szenteltek pappá, Keszthelyi püspök úr. Kétszer, két évig voltam káplán, először Érsekvadkerten, Nógrád megyében, utána pedig Gödöllőn. Két egészen különböző, de csodálatos közösség, város, község, egyházközség, csoportok, személyek, nagyon gazdag tapasztalatot kínált. Ebben a négy évben nekem leginkább az ifjúság. Aztán mind a két helyen a cserkészet egy nagyon jó tapasztalatszerzési alkalom volt, főleg mert én ugye nem önként, de úttörő voltam, cserkész soha, és ekkor találkoztam azzal a közösséggel, amelyet hát ezután láthattam, hogy igazából miért üldöztek az egyházzal egy kalap alatt. És ott még én nagyon jó cserkész közösségekkel találkoztam. De természetesen a papi szolgálat minden részletébe ez volt a mindenkori
plébánosoknak a feladata a káplánok vezetéseként, vezetése formájában, hogy mindenhova bevezessenek. És azt hiszem, hogy ez meg is történt, és többé-kevésbé minden területén a lelki pásztorkodásnak megtaláltam azt az örömöt, amit Krisztus abba elrejt, hiszen azért a szolgálat az nem egy erőfeszítéses és fogcsikorgatásszerű nehéz dolog szeretne lenni. Persze, hogy mindig lesz olyan, ami könnyebb benne, és mindig lesz, ami nehezebb, ezért kell mindet megismerni. De azt gondolom, hogy minden területen megtaláltam azt, amiért látom annak az értelmét. És Gödöllő után következett Dunakeszi? Nem. Az első önálló helyem az Verőce volt. Tehát visszakerültem a szülőföldemre, a Dunakanyarba, Verőcére és Szokolyára. Ez 5 évet jelentett. Ekkor közben majdnem egy római ösztöndíjat is elfogadhattam, el is fogadtam, csak néhány nehézség közben jött édesapám betegsége és a halála. Bátyám családjában születtek a fiúk, és igazából édesanyámat sem szívesen hagytam volna évekre magára, illetve a fiúk növekedéséből se szívesen maradtam volna ki. Most is, hogy itt voltak vasárnap a bemutatkozó szentmisén, 18 meg 16 évesen, azért olyan jó, hogy tudom, hogy folyamatosan elérhetők voltunk egymás számára. Tehát Verőce volt ez az első önálló szolgálati hely. És utána hogyan folytatta útját? Utána, hogy felgyorsultak az események, 2006-ban kerültem ide a Mátra aljára, jobbágyi, szurdokpüspöki, aztán pásztó lett az, ahol először plébános lettem, már így kinevezés tekintetében, és egy óriási nagy területnek a lelki vezetője, hiszen több plébániát és azoknak a filiáit foglalta magában ez a plébánia. Nagyon szép volt, mert mindenhol megvoltak a derék munkatársak, mindenhol voltak a templomban szolgálattevők, kántorok, hitoktatók, és ez egy olyan komoly közösség volt, akikkel akár hétvégékre fölmehettünk a Stella egyházi üdülőbe, lelki gyakorlatos, meg egyéb tervezős összetartásokra. Csodálatos időszak volt, amit talán a leginkább az koronázott meg, amikor katolikus óvodát és iskolát alapítottunk. És nem is csupán pásztón a pásztóiak számára, hanem mikróbuszok beszerzésével a plébániánkat alkotó településekről is segítettük a gyerekek utaztatását, és ezt a szülők nagyon nagy örömmel fogadták. 2012-ben jött létre a katolikus óvoda, a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda, és egy év múlva az első ballagóival elindult a katolikus iskola, persze megszervezve a további alsó tagozatos osztályok is, egy-egy évfolyamok is egy-egy osztállyal. Van tehát bőven tapasztalat az ifjúsággal és a gyerekekkel kapcsolatban. 60-ban milyen érzésekkel érkezett Dunakesziről, ugye? Igen. Hát meglepődve, mert mivel 5. évemet végeztem éppen Dunakeszin, miután pásztorról oda kaptam kinevezést, nem volt benne a számításokban, hogy ez így következik majd, de hát most mondjam azt, hogy Laci atya meg 3 évig volt 60-ban, tehát itt a püspök atya láthatólag nem arra volt tekintettel, hogy ki mióta van valahol, hanem ő, mint új főpásztor az egyházmegyének úgy döntött, hogy most kell bevállalni olyan döntéseket, amelyek személyi változásokkal is együtt járnak, amit ő, ahogy ki is mondja, 20 évre tervez a püspöki szolgálatában, mindjárt az elején szeretne, mint feltételt megteremteni, hogy utána esetleg csak a finom hangolásra vagy egyebekre legyen szükség, és itt nyilván gondolhatunk arra, hogy tényleg látva a dispozíciókat, bizonyos plébániai központok jönnek létre az egyházmegyében, aminek nem titkoltan velejárója lesz, hogy a paphiány nem pozitív alakulásával ezek a központok kell majd, hogy felvállalják egyéb egyházközségek vezetését, akár egy várost körbevevő kisebb településeknek a lelkipásztori szolgálatát. Ezt vállalta be, szerintem nem kis bátorsággal, de én azt gondolom, hogy lélektől vezérelve, és akár Laci atyával is beszélgetve, én is mondhatom, hogy ezt ismertük fel, hogy ehhez nekünk hozzá kell tennünk a személyünket, hiszen mi a püspök munkatársai vagyunk,
És bár lehetnek személyes gondolataink, érzések, hogy de hát még csak 3 év, de hát még csak 5 év, miért nem lehet legalább 10 év, hát erre azt mondhatjuk, hogy majd itt, vagy Laci atyának, majd Dunakeszin, de a püspöknek az elhatározása számunkra irányt mutató. Érthető. És milyen célokkal érkezett ide 60-ba? Mit szeretnéd majd megvalósítani, akár az iskolát érintően, vagy a híveket érintően? Az egy előbbi gondolathoz kapcsolódnék, amikor Krisztus személyéről mondtam, hogy a papnak őt megjeleníteni a legfontosabb küldetése. Itt is ezt mondanám elsősorban, hogy nekem ő rá kell figyelnem. Nem az én ötleteim a döntők, nem az én jó vagy rossz terveim, főleg nem a rossz, hanem tényleg, ha én ő rá figyelek, hogy ő maga mondta, figyeljétek az idők jeleit. Tehát ha ő rá figyelek, és közben a körülményeket, akkor abból a kettőből ötvöződve az az én személyemben, ahogy találkoznak, abból mindig következik, hogy mi a teendő. Ilyen volt egy korábbi szolgálati helyen egy óvoda alapítás. Amikor az ember látja a családokat, látja, hogy születnek a gyerekek, és akkor megkérdezi őket, hogy nem gondoltatok arra, hogy azt a nevelést, azt az értékrendet, amit ti otthon hívőként elhatároztok, intézményes formában is támogassuk. Hiszen én nem akarhatok óvodát. Azt azok a családok akarhatnak, akik a gyerekeikről ezzel a felelősséggel gondolkodnak. Tehát én őket látom, akkor nekem jön ez a gondolat. Akkor meglátok egy épületet, akkor szólok a püspök atyának, akkor megvásároljuk az épületet, akkor jön a tervező, és ebből kinő egy iskola, mert hát ki alapít óvodát önmagáért. Egy óvodát azért alapítanak, hogy onnan a gyermek, amikor tovább megy, legyen hová tovább mennie. És ha katolikus óvodából ballag el, akkor egy katolikus iskolába ballaghasson. Tehát én ezt szeretném, hogy figyelni az itt élő embereket, figyelni a városnak a lendületét, az arculatát, és közben tudván azt, hogy én ki vagyok, nekem a Jóisten közben milyen gondolatokat ébreszt a lelkemben, és a munkatársakat is meghallgatva, hiszen megint fontos ez, hogy közösen több szem többet lát alapon tájékozódjunk és hozzunk akár döntéseket, szülessenek meg azok, amiket a Jóisten itt, most általunk is végbe akar vinni. És talán ami még ehhez hozzátehető, hogy ezt is Pászton tanultam meg, de remélem mások még inkább, hogy amit Isten akar, azt nem lehet feltartóztatni. Ez így van. Tehát akkor egy folyamatos belső és külső figyelem, és majd jönnek a tevékenységek és a feladatok. Mik az első tapasztalatok? Nyilván még néhány nap telt el, amióta itt van. Milyenek a 60-iak? Hogyan fogadták önt? Mit érez? Ezt is nagyjából megtanultam, hogy én nem szeretek elvárásokkal érkezni. Nyilván azért tanultam meg, mert volt, amikor valahova úgy érkeztem, és ha abból pozitívan jön ki az ember, akkor úgy gondolja, hogy így tovább. De ha mégsem, akkor azért rögtön érzi, hogy lehet, hogy jobb lett volna enélkül. Tehát én ezt úgy értem, hogy egy nyitottság van bennem. Én arra vagyok kíváncsi, ami itt van, és nem azt keresem, amit én szeretnék látni. És ezek a tapasztalatok, ezek nagyon pozitívak. Nagyon sok szerető tekintettel, befogadó gesztussal, közeledéssel találkoztam, amiben köszönetet mondok Laci atyának is, és bízom benne, hogy ugyanezt tapasztalja, legalábbis Dunakeszi alagi részében, amit tőlem vett át, hogy én azt gondolom, hogy nagyon jól előkészítettük ezt a váltást, és nem arra helyeződött a hangsúly, hogy ez minket hogyan érint, bocsánat, hogy így fogalmazok, de nem játszottuk el a nagy halált. Én már váltottam így paptestvért, hogy utána évekig nem bocsátották meg nekem, hogy én túrtam ki, miközben ennek a fogalmát se ismerem. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ahogyan előbb említettem is, hogy a püspöknek megértettük a szándékát, benne Istennek a tervét, ez segíti az embert, hogy akkor úgy jöjjek, hogy itt rám szükség van. És akkor viszont figyeljem, hogy hogyan tudunk majd együttműködni, annak a feltételeit teremtsük meg, és az nyilván mivel kezdődik? Az ismerkedéssel. Mondhatom valakinek, hogy bízzon bennem, de ezt nem jobb, ha kiérdemlem. Tehát, hogyha valamilyen módon kiváltom belőle a bizalmat önmagam iránt. Közösség és pásztor most ezeket a napokat, heteket fogja élni,
hogy ezt a bizalmi légkört teremtsük meg egymás között, tudván, hogy az egész fölött Istennek a bölcsessége ott van. Teljesen szép végszó, köszönöm szépen a beszélgetést, és ehhez kívánunk sok sikert, erőt, szeretetet. Én is köszönöm, és megköszönöm, hogyha imádkoznak is értem.